Nem tudták. Az 1869-ben átadott esztergomi bazilikát 47 éven át építették. Bár ilyen sok idő valószínűleg nem kell majd az esztergomi vasútvonal fejlesztéséhez, de a munkálatok már évek óta tartanak. Ma is megállás nélkül dolgoztak a munkások az állomáson. Az utasokat rengeteg terelőtábla, kordon és konténer fogadja. Itt egy óvodás csoport épp az induló vonat előtt kénytelen átmenni a sineken, mert a peronról csak itt lehet kijönni. Másfél éve sokan gondolták, vége az építkezésnek, de nem. A Budapest-Esztergom vonalat 2015. augusztusában egyszer már átadták. Európai uniós támogatásokkal együtt 44 milliárd forintot költöttek rá. Előtte 3 éven át csak vonatpótló buszok jártak a vonalon. Most ismét erre kell készülni. Július végéig ugyanis időszakosan újra buszozni kell majd a Budapest-Esztergom vonal egyes szakaszain. Erről részletesen a MÁV menetrendjéből lehet tájékozódni. Az általunk kérdezett utasok nem örülnek. Kellemetlen az utazások során. Az, hogy mindig leszállni, akkor 3 megállót megyünk ugye a busszal, akkor megint visszaszállni a vonatra, mert ezt egy párszor végig csináltuk sajnos. Egyszer csak jó lesz. Még egy kicsit próbálkoznak, biztos. Kényelmetlen, főleg amikor az ember hosszabb távon utazik nagyobb csomagokkal. Most a vasút villamosítása és egyéb kiegészítő munkák miatt dolgoznak a vonalon. Erre összesen mintegy 46 milliárd forintot költenek. Ezeket a munkákat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT szerint 2012 és 2015 között nem tudták elvégezni. Azt mondják azért, mert a különböző feladatokhoz különböző támogatások szükségesek, ezeket pedig nem tudják egyszerre felhasználni. A 2015-ben befejezett első fejlesztési ütem után több kritika is érte a felújított vonalat. Ilyen volt például, hogy a vonatok menetideje szinte semmit nem csökkent, vagy az, hogy javítani kellett a töltést, mert megcsúszott. A NIF azt ígéri, hogy őszre befejezik a vasútvonal villamosítását, a teljes beruházás pedig 2018 őszére készülhet el.